nincs akadály az új járművek előtt. A hét elején kezdődött Szolnokon az első vezetési gyakorlat, melyen a nemrégiben vásárolt ultrakönnyű taktikai járművek kezelését gyakorolhatják a Vitéz Bertalan Árpád különleges rendeltetésű dandár katonái. Az oktatás elmélettel kezdődött, majd műhelyben ismerkedtek meg a járművek technikai paramétereivel. A gyakorlati képzés oktatás úgy épül fel, hogy az első napon, ugyanolyan, mint mikor valaki rutinvizsgát szerez egy járműre, búják között szlalomozunk, nyolcasokat írunk le, szűk helyre tolatunk be, és miután ezen a képzésen túlesett az ember, utána kijönünk egy hasonló rossz pályára, és itt sajátítjuk el az extrém terepezetés alapjait. Fontos szerepet kapnak ezek az amerikai járművek a honvédségnél, elősegítik a különleges műveleteket, hiszen az autók rendkívül mozgékonyak, felderítési és járőr feladatokra egyaránt kiválóak. Ezeket a járműveket több feladatra is fel tudjuk használni a későbbiekben. Értelemszerűen fakadóan az alapulat alaprendeltetéséből különleges műveleti feladatok végrehajtására, ez a legfontosabb számunkra, de ezen kívül határmenti feladatok végrehajtására, illetve katasztrófa védelem elhárításban is tudjuk ezeket az eszközöket használni. A jármű legfontosabb jellemzője, hogy minél messzebbre, minél gyorsabban képes legyen eljuttatni a különleges erők katonáit terepviszonyoktól függetlenül. 4, illetve 6 fő fér el benne, valamint átalakíthatóak úgy, hogy sebesültek szállítására is alkalmas legyen.